Úgy történt, hogy évelején Nándi felkeresett, hogy mit szólnék hozzá, ha beülnék mellé. Igaz, még ilyet nem csináltam, úgyhogy álltam elébe. Úgyhogy így most összeültünk az évbe, úgy néz ki, hogy Rally 2-ben menni fogunk egész szezont, ebbe az ötös kategóriába. Eger Rallyt jöttük, mert még nem lett kész az autó. Ugye ezt januárban vette Nándi, akkor kezdtük el építeni, úgyhogy mostanra lett kész, úgyhogy az évet majd meglátjuk, hogy hogy alakul, reméljük minden jó lesz. Szerintem nagyon jók a pályák, nekem az a sejebb gagy vendége egy kicsit olyan ritmustalan, de a Szemere Hernád Vécsi az jó, a Kányi Elág az egy kicsit tempós, van egy-két kanyar, ami elég felhordásos lesz, de szerintem amúgy jó lesz, úgyhogy reménykedünk a legjobbakba.
nagyon-nagyon örülünk is. Iszonyat kemény napon vagyunk túl. Elment a hangosítás, repültünk, nem indult az autó, toltuk. El tudom mondani, milyen nehéz napon vagyunk túl. Célba értünk negyedik helyen, aminek pokolian örülünk. Ez egy gyenge, 135 lóerős autó. Szerintem a leggyengébb szerintem. Kézifékeztünk, leütöttem a műszerfalat, tehát volt bőven, nem unatkoztunk. Zoli ordított, mert elment az árbeszélő. Szerintem nap végére összeszoktunk mindenki az autóval is, meg Zolival is. Úgyhogy szombathelyen már nagyon jók leszünk.